invitálom önöket az első magyar Beatles fesztiválra. Most szombaton ugyanis Budapestre költözik Liverpool, ahogy az ikonikus Beatles kettárgyak és az emlékzenekarok is. Nagyon sok ilyennel találkozhatunk a fesztiválon. Hogy hogyan készültek a rajongók, annak Barbara járt utána. Tipegős korunk óta mi Beatles-t hallgatunk. Ha együtt rezeksz valamivel, és megérted benne magad, és úgy érzed, hogy a tied, akkor szerintem az nagyon jól tud működni, és nálunk a Beatles zené az ilyen, hogy nem kérdés, hogy mi együtt rezgünk ezzel a zenével. A The Blackbirds emlékzenekar tagjainak erejében érezhetően a Beatles zenéje folyik. Beatles! Magyarországról elsőként ők jutottak ki Liverpoolba, a nagy Beatles fesztiválra. Nagyon nagy élmény volt akárhányszor kijutni Liverpoolba, és ott zenélni azokon a helyszíneken, ahol a Beatles zenélt, meg hát eljutni ugye azokra a helyekre, hát az ő házaikba, lakásaikba, ahol gyerekek voltak, ahol éltek, vagy a Strawberry Fieldre, vagy a Penny Lane-re megnézni a fodrászüzletet. Tehát azért élővé vált ez a dolog, hogy hát ez nem csak a lemezeken van, hanem ez tényleg ott van. Pitáris Ivánnal, az Iván and the Parazol énekesével kiegészülve első alkalommal rendez nemzetközi Beatles fesztivált Magyarországon a zenekar. Amit együtt fogunk eljátszani, és amiben vendég leszek a Blackbird zenekarnak, az az Abbey Road lemez lesz, ami most 50 éves, és hát gyakorlatilag szerintem bármelyik dalt ki lehet erről a lemezről emelni, mert egy fantasztikus, gyakorlatilag idézes végkifejlete annak, ami abból lett, hogy a gombafejűek nyomják a sikító lányoknak. Egy iszonyatosan érett, mély üzenetű, szinte már komoly zenei magasságokat ostromló zenei remek nő. Saját egyéniségünket is bele, nem úgy bele kell tenni, belekerül, mert ha van, akkor belekerül. A Beatles Weekend ötlete pont onnan jött, hogy ne kelljen a magyar Beatles rajongóknak elmenni Liverpoolig, hogy megtapasztalják ezt a Beatles feelinget, és azért is mondtuk azt, hogy szeret Liverpoolt elhozunk ide Budapestre. Az pedig már csak haba tortán, hogy a könnyű zene ikonikus képviselőinek megidézése mellett számos sztár vendég is fellép. És tudom azt a Márton Andrásról, amikor hiába a Kft. Dobosa, de hát ő csinálta meg az első dalszövegfordításokat a 90-es évek elején, a Beatles dalszövegeket fordított, Yesterday szövegkönyv néven jelent meg. Ott a Mikó Pisti, ugye, aki 1000 éve a Táliába nyomta a Mindhalálig Beatles-t, ott az Iván, akivel 1000 éve arról dumálunk, hogy úristen, a Beatles mennyivel jobb, mint minden más zenekar. A hazai sztárok mellett a világ első számú John Lennon előadója, Jay Goeppner, valamint Helen Anderson, John Lennon egykori iskolatársa is részt vesz a fesztiválon, aki Lennon legendás bőrsapkáit tervezte, amelyeket az Egy nehéz nap éjszakája című filmben is viselt. Egy hétvége, amely tehát csak a Beatlesről szól. You know